Műsorunk második részében több projekt átadó összefoglalóját láthatják, de előtte következzen Tápió Bicske legnagyobb rendezvénye. Április 4-én több helyszínen emlékeztek Tápió Bicskén, most az ünnepségek összeállítása következik. Felhívom figyelmüket, hogy április 29-i adásunkban ezt a témát folytatjuk, akkor a hadikonyhát és a csataképeit láthatják. Idén 30. alkalommal került megrendezésre Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata, a tavaszi hadjárat, melyben események sorozatával emlékeztek meg a dicsőséges 1849-es tavaszi hadjáratról. Ezen a napon a szervezők, hagyományőrző és történelmi egyesületek, valamint a rendezvénysorozatban résztvevő önkormányzatok várták az érdeklődőket a programokra. Tápió Bicskén hagyományosan megemlékezésekkel, koszorúzásokkal telt az április 4-e délelőttje, ahol a 30. tavaszi emlékhadjárat részeként az 1849. április 4-én lezajlott csatára annak hőseire emlékeztek. Az ünnepi köszöntőre és a hagyományos zsemleosztásra, ami ma már buktaosztást jelent, a település főterén került sor. Fehér István bíró egy alapítványt is tett azzal a tartalommal, hogy amíg Tápió Bicskén magyar gyermek él, minden év április 4-én kapjon egy zsemlét, arra emlékeztetve, hogy azt a földet, mely nekik a fehér kenyeret termi, a magyar hősök vére öntözte. Az alapítvány egy meghatározott földterület jövedelmének felhasználásáról intézkedett. Ettől fogva vált a község legnagyobb ünnepévé április 4-e. Ünneplés és emlékezés Tápió Bicskén belül és a Honvéd szobor környékén ma már Nagykáta városával közösen. Az egybegyűltek előtt beszédet mondott Lukács József, Csiriznyárad polgármestere. Hiszek abban, hogy megvan a hősiességnek a maga nagy erejű üzenete számunkra. A Tápió Bicskei csatamező üzenete máig szól. Az igazságért, a jogainkért, a szabadságunkért vívott harcok, ha merünk és van bátorságunk, végső soron győzelemhez vezetnek. Kívánok testvérközösségünk minden lakosának jó egészséget, derűt, ismétlődő örömöket, nem csak az ünnepnapokon, de a hosszúnak tűnő hétköznapokban is. Köszönöm, illetve köszönjük a meghívást, és azt, hogy újra együtt emlékezhetünk, és együtt lehetünk. Köszönöm szépen! Tápió Bicske polgármestere az ünnep alkalmából községi elismeréseket adott át. A színpadon Kanyó Sándortól Csikós Györgyné és Nagy Máté vehették át az elismeréseket. A színpadi programot követően Színisebő Alajos emlékművénél a megemlékezés koszorúzással folytatódott, ahol az önkormányzatok, civil és társadalmi szervezetek rótták le kegyeletüket. A főtéri megemlékezést követően elindult a menet a csatatérre. A felvonuláson több százan kísérték a Tápió Bicske barátainak köre által elkészített 6 fontos ágyút, amely Gábor Áron által öntött ágyúnak egyik másolata. Délután a csata helyszínén folytatódtak a megemlékezések. A felújított 1849-es Honvéd szobornál Cserván György államtitkár országgyűlési képviselő mondott beszédet. A Tápió Bicske ütközet országszerte ismert, kitüntetett helye van a szabadságharc eseményei sorában, de még vagy 100 ütközetet vívtak a honvédek, a Lajtától a csiki havasokig szerte a hazában. A Tápió mentéről valók is ki tudja, merre verekedtek. Egy dolog biztos. Mindazért harcoltak, hogy hazánk ne legyen alávetve a Habsburg birodalomnak,
hogy hazánk újra elfoglalhassa helyét a szabad nemzetek sorában. Harcuk azt üzeni, hogy nekünk, magyaroknak minden időben meg kell küzdenünk a nemzetünket megillető helyért a világban. Tisztelt emlékezők! A tápióbicskei hősök tudták, ha elvész a híd, nem csak az vész el. Elvész vele a falu, a határ, elvész az ország közepe, végül elvész a szülőföld, az egész haza. A híd el lett foglalva, a csata meg lett nyerve, de sok-sok fiatal honvéd az életét adta érte. Többüknek földi maradványai éppen itt, ezen a helyen nyugszanak. Rájuk is gondolok, és a helytállásból példát mutató egész 48-as nemzedékre, amikor erre a honvéd szoborra nézek, és emlékeztetem magunkat, hogy 48-49 nem csak pusztán büszkeséggel eltöltő hagyomány, hanem soha el nem évülő erkölcsi tartozás is. A csatát megelőzően a korabeli rajzok alapján felújított fahídon Bori József, tápióbicske barátainak körének elnöke, jelképesen átadta az elkészült 6 fontos ágyút dr. Simicsko István honvédelmi miniszternek. Bori József, tüzér, káplár, jelentem, Gábor Áron ágyújának hűmásolata a mai napra elkészült. Készült pedig annak alkalmából, hogy 170 éves a magyar honvédség, 30 éves a katonai hagyományérzés emlékhadjárata, és 169 éve, hogy Tápió Bicskén ezen a helyszínen hőseink vérüket áldozták. Kérem, fogadja szeretettel, köszönjük a sok támogatást, hiszen a Honvédelmi Minisztérium támogatásából tudtuk ezt megtenni, és fogadja tőlünk szeretettel, illetve most a hagyományőrzés szolgálatába állítjuk ezzel. A honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség 170 éves évfordulója alkalmából kiemelte, hogy 1848-ban a semmiből kellett felépíteni a honvédséget, méltatta Mészáros Lázárt és az akkori magyarságot. A Magyar Honvédség 170 éve született. Harcban született. Nem is akármilyen harcban, szabadságharcban született. Ez kötelez mindannyiunkat. 1848-ban néhány hónap alatt kellett létrehozni egy ütőképes magyar honvédséget. Szinte a semmiből kellett fölépíteni. Mészáros Lázár munkásságának köszönhetően és az akkori magyarság összefogásának köszönhetően decemberre, 1848 decemberére már egy 110 000 fős honvédsereg állt rendelkezésre, és megvívta a sikeres küzdelmeit. A tavaszi hadjárat sikerei példaértékűek. Ma is számos ütközetünk, 48-as és 49-es kiállásunk a nemzetközi világban, számos katonai iskolában példaként szolgál. Tanítják a manőverezést, azt a képességet, amelyre akkor a magyar honvédség rendelkezett. Azt a bátorságot, azt a kiállást, azt a taktikai felkészültséget, amivel a sikeres küzdelmeit megvívta. Legyünk erre is büszkék. Erősítsük meg ezzel is magyarságtudatunkat, nemzettudatunkat. Szükségünk van rá. Mi volt ennek az újdonsült, néhány hónap alatt létrehozott magyar honvédségnek és sikereinek a titka? Mi volt ezeknek a győzedelmes csatáknak az igazi rejtélye? Nem volt más, mint az az őszinte, tiszta, szívből jövő hazaszeretet. A hazánk szabadságát visszanyerni, a hazánk függetlenségét megszerezni. És az ebből jövő bátorság, az az emberfeletti bátorság, ami kellett ahhoz, hogy ezekben az ütközetekben a magyar honvédek kiálljanak, és sok esetben győzedelmeskedjenek. Erőt kell merítenünk az akkori hőseink helytállásából, az akkori honvédek kiállásából, hiszen hazánkról volt szó akkor is, és mindig, és ma is. Nekünk csak egy hazánk van, ez Magyarország, nincsen másik. Ez a mi szülőföldünk, ezt akkor is meg kellett védeni, és most is meg kell tudnunk védeni. A 30. tavaszi hadjárat évfordulója alkalmából kitüntetéseket vehetett át dr. Papp Ferenc, Kéci József, dr. Magyaros Gábor és Nagy Sándor.
Az elismerések során dr. Tanka László, a Panoráma Világklub elnöke békedíj kitüntetésben részesítette Vér Jánost, elismerve kitartó munkáját, melyet a Panoráma Világklubban végez. A határtalan összefogás értékeinket jelmondott szellemében tevékenykedünk, és ennek az egyik Tápió régió vezetője áll mellettem, Vér János, tüzérszázados, ennek a rendezvénynek az egyik főszervezője és résztvevője, és azt gondolom, hogy szebb pillanat annál, hogy egy csatanapján azt a karitatív békedíjat adhatom át neki, amelyet 5 évvel ezelőtt alapítottunk, és olyan személyek, mint Böjte Csaba, Mága Zoltán, Csüri István, református püspök úr, és többen átvehették, és szeretném megköszönni a nemzetközi közösségünk nevében Jánosnak azt a munkát, amit önzetlenül, jótékonykodva végez a közérdekében. Fogad szeretettel, János! És hozzá Józsa Judit erdélyi keramikus művész életfa alkotását, és azzal a gondolattal, hogy a mai, biztos vagyok benne, meggyőző, győztes csata után vasárnap egy hasonló döntő ütközetet nyerjetek meg. Köszönöm szépen! Az ünnepi gondolatokat követően a Szemlén dr. Simicsko István és Cerván György üdvözölték a hagyományőrzőket, majd hivatalosan is elkezdődött a 30. tavaszi hadjárat Tápióbicskei ütközetének lejátszása. Következő adásunkban a hadikonyháról és a csatáról láthatnak összefoglalót. Maradunk még Tápióbicskén, hiszen március 20-án átadták a felújított Műöldési házat a településen. A felújítás során az épülethez hozzáépítettek, így egy tető alá került a Műöldési ház és a könyvtár. Az átadás napján megnyitották az első kiállítást is. Az érdekes fotókiállításon Majzik Lionel munkáját láthatják az érdeklődők április végéig. A kiállításról készült összeállításunk április 29-i műsorunkban lesz látható. Az erdő szélen hóvirág fehér lett. Sarjadó gyepen az iskola glédában állt, mint még soha. Valaki a talpra magyar szavalta. Aztán a tanító beszélt a szabadságról. Hallgatta sok paraszt gyerek. Oldalt a jegyző, meg a pap, s tisztes, komoly, ősz emberek. A harangozó tartotta a zászlót. Vén bajszos arcán zord egy kedvűséggel. S a tanító lelkesen magyarázta, hogy mi is történt ezelőtt, sok, nagyon sok évvel. Hősökről beszélt, és csatákról, s arról, hogy miként folyt a vér, amikor annyi ember meghalt valamiért. A többiek hallgatták némán. Hitték is, nem is a mesét. Tápióbicske 224 millió forint értékű adósságkonszolidációban részesült még 2015-ben. Ebből az összegből került felújításra a település művelődési háza, amiben a hozzáépítést követően mostantól a könyvtár is megtalálható. Kanyó Sándor polgármester a felújított művelődési ház avatú ünnepségén többek között a támogatás összegének felhasználásáról beszélt. Majd ezt követően pályázatot kellett benyújtanunk az első 112 millió forintra, ahol képviselőtestületünk úgy döntött, hogy művelődési házunk felújítása az egyik legfontosabb feladat, és már akkor elképzeltük, hogy mivel a régi könyvtárunk elég rossz állapotban van, helyezzük el a könyvtárat itt az épülettel valahogyan, és hát így alakult ki, hogy a terasz meghosszabbításával készült el, illetve akkor adtuk be a pályázatot a könyvtár építésre is. Ezzel egyetemben a polgármesteri hivatal bővítése volt még ennek az első 112 millió forintos pályázatnak része. A főépület kapott egy bővítést, és így végre egy egységet alkotva kialakulhat
hosszabb távra egy épületkomplexus. Terveink között szerepel, hogy a hivatal melletti kántorházat lebontjuk, mely jelenleg még irattár helyszínéül szolgál, és majd a későbbiekben a jelenlegi faház lesz az irattárunk. 3,5 millió forintot nyertünk könyvtári berendezésekre, bútorokra. A 2. számú adósságkonszolidációs pályázatunk beadásával képviselőtestületünk úgy döntött, hogy temetőnkben a ravatorzó épület felújítása vizes blokkokkal, magas tetővel készüljön el, sétányok kiépítésével, valamint 5,2 km hosszúságban kb. 19 belterületi herőzi számú földút stabilizációja készüljön el. Ezen kívül az Ady Endre úton a templomtól az óvodáig egy viakolor téglás gyalogjárda. Az elmúlt évek sikeres pályázatait és a támogatásokból megvalósult beruházásokat emelte ki Cerván György országgyűlési képviselő. 1 millió forint két részletben, ez lényegtelen. Ez hazai költségvetésből fizetett támogatást. Na, ebből a támogatásból kapta Tápió Bicske ezt a 224 millió forintot, amelyhez hozzátett 40 millió forint önerőt, nagyon helyesen tett, én úgy gondolom, és ebből készült el ez a műfáz, amiről a polgármester részletesen beszélt, illetve a könyvtár is kibővítésre került. Támogatás másik része a polgármesteri hivatal megújítására fordítódott 40 millió forint saját erőből. Ez azt jelenti, hogy jó gazdálkodik most is az önkormányzat. Cerván György gondolatait követően a Harmónia Kórus előadása volt hallható Tápió Bicske megújult épületében. Nem értél, nehéz éveket, hogy törvény.
A művelődési ház átadásával egy időben tartott fotókiállítás megnyitót következő műsorunkban láthatják. Március 23-án Tolmás is ünnepelt. Az iskola tornacsarnoka adott helyet az út és energetikai beruházások átadójának. A rendezvényen beszédet mondott Kovács Magdolna polgármester és Cerván György képviselő is. Tolmáson március 23-án energetikai és útépítési beruházásokat adtak át ünnepélyes keretek között. A tolmási Körösi Csoma Sándor általános iskola tornacsarnokában tartott rendezvényen a diákokon túl a település lakossága is részt vett. Kovács Magdolna polgármester megnyitó beszédében felsorolta a pályázaton elnyert beruházásokat. Örömmel tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a gazdasági programunkban betervezett fejlesztések egy része megvalósult. Így az épületenergetikai felújítások, melyre önkormányzatunk 191.286.794 forintot kapott. E pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 100%-ban támogatta, ami azt jelenti, hogy önkormányzatunknak saját forrást ehhez hozzátenni nem kellett. A pályázat keretében megvalósult a Körösi Csoma Sándor általános iskola épülete nyaktag részének és a hozzátartozó tornacsarnoknak, a községi művelődési háznak, az egészségháznak, a védőnői szolgálatnak a felújítása keretében az épületek külső nyílászárói cseréje, tetőszigetelés, az épületek külső szigetelése, színezése, valamint napelemek elhelyezése. A Körösi Csoma Sándor általános iskola nyaktag és sportcsarnok energetikai felújítása 101.692.424 forintba került. A művelődési házé 38.198.000, az egészségházé 22.903.000, a védőnői szolgálaté pedig 5.787.000 forint. E fejlesztés keretében nem csak az intézmények külső megjelenése, rendezettsége növeli községünk arculatát, hanem a felújítás 25-30%-kal csökkenti az érintett épületek közüzemi számláinak összegét, ami hozzájárul önkormányzatunk gazdaságosabb működéséhez is. A másik megvalósult fejlesztésünk a belterületi utak felújítása, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 45.575.576 forint visszanemtérítendő támogatásban részesített. E pályázatból kapott aszfaltburkolatot a Jókai utca, a Főúttól a Kossuth-Lajos utcáig, az Árpád utca, a Főúttól a Béke utcáig, valamint a József Attila utca egy része a Tóalmási Mesevár óvodáig. Az útépítés mellett megtörtént az utakat érintő vízelvezető árkok felújítása is. Összességében újabb 1,2 km hosszal gyarapodott a községben a burkolt utak hossza. A megépített utak 4 méter szélességben két rétegű aszfaltborítást kaptak, 8,5 cm. Valamint 1-1 méter széles nemes patka kialakítása is megtörtént. A felújított utcák jelentős mértékben növelik az ott élők és az utakat igénybe vevők biztonságos közlekedését, komfortérzetét, továbbá közintézményeink könnyebb megközelítését is szolgálják. Az, hogy ez a két beruházás községünkben megvalósíthatott, jelentős mértékben köszönhető Cerván György államtitkár úrnak, országgyűlési képviselőnknek, aki odafigyelve önkormányzatunk által benyújtott pályázatokra, településünk igényeire, támogatta a benyújtott pályázatok elnyerését. Cerván György képviselő Tolmásra sem ment üres kézzel. Újabb a települést érintő sikeres pályázatról és további lehetőségekről is beszélt. Nekem van egy olyan szokásom, hogy jó vagy rossz, az döntsék el, hogy ahova megyek, ott azért szeretnék
új híreket is mondani. Remélem, hogy tetszeni fognak ezek a hírek, amiket most fogok mondani. Érdekes módon vannak, akiknek nem tetszik. Ezt ma hallottam éppen egy interjú kapcsán. De a lényeg az, hogy vidékfejlesztési pályázatot is nyújtott be a település külteleti utak felújítására. Én örömmel szeretném mondani, hogy a döntés megszületett, és ugye 63 millió forintos visszanemtérítendő támogatásról van szó, diófa dűlő, öregszőlős dűlő, valamint a páskon dűlő felújítására. Önök biztosan tudják, hogy hol vannak ezek a dűlők, én majd megnézem, hogyha itt leszek annak az avatásán is. 63 millió forintot megnyert Almás, csak gratulálok ehhez. És ennek a beruházásnak van egy gépbeszerzési része is, 10 millió forint körül értékben traktor, gréder, patkasza. Itt még egy kicsit küzdenünk kell, hogy az a hiányzó egy pont valahogy összejöjjön, mert éppen ennyi hiányzik, én remélem, hogy sikerül majd ezt megoldani. Szeretném jelezni önöknek, hogy ebből a Pest megyei kompenzációs alapból további belterületi utak építésére is lesz lehetőség, éppen most jelent meg a napokban ez a felhívás. Én úgy látom a számokat, meg a megyei szinten ezeket a pályázatokat, hogy egy további van 50 millió forint körüli nagyságrend belterületi útépítésre Tóalmáson még biztosan megnyerhető, és remélem, hogy folytatódik az utaknak a felépítése tovább. Szintén van egy piacra benyújtott pályázat a településnek 50 millió forint értékben. Még ezen is egy kicsit tornáznunk kell, hogy összejöjjön, de én látok reményt arra, hogy ezt a pályázatot is sikerül majd kipipálni. És hogyha mindezeket összeadjuk, amiket én itt elmondtam, sok számot, és azért elnézést is kérek, de talán örülnek neki, ez meghaladja az 500 millió, vagyis a fél milliárd forintot. Én nem tudom, hogy a település történetében mikor volt utoljára ekkora a lehetőség, ekkora támogatási siker. Az átadó fényét emelte az iskola diákjainak bemutatkozása. A délután folyamán többek között a Körösi Csoma Sándor Általános iskola énekkara is bemutatkozott. Magazinunk végén úri településre térünk vissza, ahol felavatták a község új köztéri emlékművét, és megtették az első kapavágást is a régen várt tornacsarnok megvalósítása érdekében. Az alapkő letétele csak a kezdet. Reméljük, hamarosan már az építkezés megkezdéséről is be tudunk számolni. Nézzük a bejátszást! Március 23-án Úriban felavatták a település új köztéri emlékművét, amely a magyarság összetartozását szimbolizálja. Haraszt Imre polgármester köszönetét fejezte ki Kassa Józsefnek, aki megálmodta és elkészítette a zászlót tartó köztéri alkotást. Majd ezt követően Kassa József lépett a mikrofonhoz. Ez a jelkép azt üzeni a jövő nemzedékének, hogy hiába emelnek falakat magyar és magyar közé, a magyar nép egy és oszthatatlan. Kedves úri lakosok! Mi megálmodtuk és megépítettük ezt a csodálatos jelképet. Most átadjuk nektek.
Gondozzátok a környezetét, építsetek hagyományt köré, és mondjátok el minden ide tévedt honfitársunknak, hogy megemlékezünk a magyarság összetartozásáról. Szeretném megköszönni munkatársunknak Szurmai Sándor önzetlen munkáját, amelyet az emlékmű elkészítéséhez nyújtott. Az ünnepi gondolatok után Skrabanek Gábor plebános megáldotta az alkotást, majd az Úri Szent Imre általános iskola tanulói színesítették az eseményt. Kosztolányi Dezső, zászló. Csak bot és vászon, de nem bot és vászon, hanem zászló. Mindig beszél, mindig lobog, mindig lázas. Mindig önkívületben van az utca fölött, föllengő magasan, egész az égben, s hirdet valamit rajongva. Ha már megszokták, s rá se figyelnek, ha alszanak is, éjjel és nappal, úgy, hogy egészen lesoványodott, s áll, mint egy vézna apostoli szónok a háztető ormán, egyedül, birkózva csönddel és viharral, haszontalanul és egyre fönségesebben lobog, beszél. Lelkem, te is, ne bot és vászon, légy zászló. Úriban az emlékmű felavatása után az ünnepség az általános iskolával szemközti területen folytatódott, ahol lerakták a tornacsarnok alapkövét. Az elhelyezett időkapszulába többek között az Úri Szent Imre általános iskola diákjainak egy-egy munkája is behelyezésre került. Az eseményre egybegyűlt lakosokat, iskolás és óvodás gyermekeket köszöntötte Haraszt Imre polgármester, aki örömét fejezte ki, hogy egyik nagy álmuk megvalósul. Fontos eseménynek vagyunk ma szemtanúi községünk életében. A lakosságnak hosszú évtizedek óta tartó jogos igénye valósul meg, tornacsarnok épülhet Úriban. A mai nap, hogy eljutottunk az alapkő letételig, az bizonyítja, hogy a kormányzat nem csak megértette a problémánkat, hanem fel is karolta fejlesztési terveinket. Ezzel megtette az első, legfontosabb lépést álmaink megvalósítása felé. A mostani alapkő letétel megerősíti bennem azt a hitet, hogy a települési önkormányzatok nem versenytársai az államnak, akivel szemben az érdekeit érvényesíteni kell, hanem társak és segítik egymást a munkájukban. A terveket kovácsoló és ezeknek a terveknek a megvalósításért tenni kívánó községek sikerei az egész országnak sikerévé válnak, azaz nincsen sikeres Magyarország sikeres önkormányzatok nélkül. A mostani alapkő letétel is bizonyítja, hogy az állam és az önkormányzatok hatékonyan működnek együtt. Szerván György beszédében kiemelte a sportba való befektetés, az egészségügyi befektetés is. És én nagyon-nagyon nem szeretem azokat a szembeállításokat, hogy ezekből a sportlétesítményekből, vagy stadionokból mennyi egészségügyi létesítményt, mennyi mentőt lehetne venni. Én ma itt a Úriban a tornacsarnok alapkőletételét fogom elvégezni, holnap meg Nagykátán a járási rendelőintézetnek az alapkövét fogom letenni. Én úgy gondolom, hogy nem szembeállítani kell a sportot, meg a sportlétesítményeket az egészségügyel, hanem a kettő kiegészít és sőt erősíti egymást. A sportba való befektetés véleményem szerint egészségügyi befektetés, és higgyék el, ez meg fog térülni abban, hogyha a gyerekeink megszeretik a sportot, nekem most már ugye 3 unokám is van, és hozzászoknak ehhez, és ugye nekik már más életük van, mint nekünk volt, nekünk nem volt olyan kísértés az internet, meg ezek a dolgok, meg annyi televíziós csatorna, mi könnyebben elmentünk futócskázni, vagy focizni éppen. Őnekik más a helyzet, tehát kell az, hogy meglegyenek a létesítmények ahhoz, hogy legyen hol mozogni nekik, és egészséges emberek legyenek majd, mire felnőnek, meg utána is azok maradjonak, és ne kelljen majd mindig orvoshoz vagy kórházba szaladgálni. Az alapkőletétel az még nem a vége a fejezetnek, ahogy említettem. Én szeretnék gratulálni mindenkinek, hogy idáig eljutottunk, és nagyon remélem, hogy hamarosan a gyerekek nagy örömére, meg a szülők nagy öröménye, meg a nagyszülők büszkeségére ez a sportcsarnok el fog készülni, ez a tornacsarnok el fog készülni. Addig is kis türelmüket kérjük, és remélem, hogy itt leszünk majd valamennyien együtt az ünnepélyes átadáson is. Köszönöm szépen a türelmüket!
Kedves nézőink, a Tápió Plusz magazin 5. évfolyamának 8. adását látták. Ne feledjék, magazinunkat a Williams Televízió csatornáján minden vasárnap és hétfőn 21, szerdán 18 és szombaton 10 órakor tekinthetik meg. Korábbi műsorainkat megtalálják az interneten a szórómédia.hu oldalon is. Következő adásunk április 29-én kerül képernyőre, tartsanak akkor is velünk. Rendezvényekről, programokról örömmel fogadjuk jelzéseiket, valamint várjuk műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket is. E-mail címünk tapioplusz@szórómédia.hu. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!